Buongiorno. Szevasztok. Lipari-szigetek vitorlástudánk szervezése közben felmerül, mi lenne, ha előtte néhány nappal már kiutaznánk, és Porto Rosa kiindulóponttal tennénk egy szárazföldi körtúrát Szicília déli, nyugati, majd északi tengerpartján. Aztán ugyanitt átveszünk a hajót, és indulhat a látványos vulkánról. De ez a következő történet. Katániába éjfél után érkeztünk, így a szállás benne volt a repjegyárában. A füstölgő Etna. Indulhatott a szicíliai körrinda. Szerda déltől szombat délig megtettünk 1100 kilométert. Átszeltünk északról délre Szicíliát, kovájogtunk Agrigento ókori romterületén, tátottuk a szánkat a közeli török lépcső sziklaszirtjein. Időutazást tettünk Sakkába, Fellini kedvenc kikötővárosába. Sétáltunk a Polip filmsorozatból elhíresült Trapániban, felkapaszkodtunk a közeli Ericsében, ahol nem majdnem olyan szép a panoráma, mint a Badacsony tetejére. Nem győztünk betelni a Monreali katedrális mozaik kavalkádjával. Estését a Palermóban, majd átruhantunk Csepag. Aztán az utolsó pillanatban leadtuk kiváló mikrobuszonkat a még kiválóbb kölcsönző cégre. Agrigento. A templomok völgye. Egy beton sétaút viszel bennünket a legfontosabb műemlékekhez, 5 kilométer hosszú. A sétaútvonal első állomása a Juno templom. Ez még szép állapotban maradt meg, emlékezetem szerint 5 darab dór templom van a területen, igazán a Concordiára hajtok, ami talán a következő lesz. A rókeresztény sírok, katakombák. Mindenhol az eltő füge kaktusz, de erős bőrkesztyű nélkül nem tanácsos vele foglalkozni. Egy kis oázis a sétaútvonal mellett. A templomok völgyének legépebben maradt építménye az időszámításunk előtt 440-430-as évekből. A Concordia templom. Nem véletlen, hogy ilyen épségben megmaradt, ugyanis időszámításunk szerint a 600-as évekig görögkeleti templomnak is használták. Különlegessége, hogy a belső elemek, falak szinte tökéletes épségben megmaradtak. A méretei hasonlóak, mint nekem, csak nekem nincsenek szárnyai. És a romok hátterében Szicília déli partja, a földközi tenger. Fantasztikó! Egy csoda. Nagyon szép. A török lépcső. Agrigento alatt. Ez a lépcsőzetes sziklap alatt a helyiek nevezték el török lépcsőnek. Ugyan nem a törökök, hanem az arabok után. A mór kalózok. Szívesen tartózkodtak ezen a vidéken. A tenger különböző színekben. Agrigento után a következő Szicília egyik legnagyobb városa, Fellini kedvenc Sakka. Vespa. Vespa, Vespa.
Kocskony és Várony 60 éve. Szakkai halászhajók végtelen sorá. Végül is nem csoda, itt van a nyílt földközi tenger. Most kötött ki a legény. Szakka egy védett hatalmas kikötő, egy elsüllyedt halászhajó. Hajó, hajó hátán. Útban Trapani felé. Az Egádi szigetek, Trapanival szemben. És a város jelképe, a múlóvégi erőd. Trapani alkonyi könyvben. A Palazzo Cavaretta egy kiállító terem az előtérben. A San Lorenzo katedrális. A sólepárnok, ki mondta, hogy nem láttátok Trapanival a sólepárnokat balra. Megyünk fel Ericsébe, a gyönyörű kilátásáról híres városka Trapani fölött. Igen. Erics a 9 kilométeres szerpentinjéről. Még van három. Trapani és a sólepárnok. Jobbra pedig a kastélyokat. Távol vannak Egadi szigetek. Erics tetején a spanyol erőd. Balra a spanyol erőd, jobbra pedig Vénusz kastélya. Most már tényleg Erice tetején vagyok. A rólam elnevezett San Giuliano templom. Porreali előtt, néhány kilométerrel, lehet, hogy 15. A rám szakadék. Belmonreali.
A Monreale katedrális. Palermótól néhány kilométer. A katedrálist II. Vilmos király építette 1179 és 1182 között. Úgy döntött, hogy nem Csefaluban temetkezik, hanem az általa megépítetett katedrálisban. Három év alatt felépíteni 640 négyzetméter színpompás mozaikkal borított bazilikát mind a mai napig szinte emberfeletti teljesítménynek számít. A Monreale kolostor. A katedrálishoz tartozó kolostor 226 dupla oszlopa. És a világhíres szökőkút. Alattunk Palermo. A Cannolo. Roger Kahn. Egy adómentes Café Americano és egy Cannolo. Trapani, Erice és Monreale után Palermóba értünk. A központi pályaudvar környéke. Megyünk a Mercato Ballaróra. Piazza Pretoria. A Quattro Canti tér Palermóban. Akkor reggel indultunk Palermóból, hogy legyen pár percünk Csefalu óvárosára. Hát délután egykor le kellett adnunk a mikrobuszt. Csefalu. Második Roger Norman király itt menekült meg egy tengeri viharból 1531-ben. Hálából várost alapított, és még abban az évben elkezdték építeni a látványos sziklaszent lábánál a ma már majd 900 éves templom. Mi tehát végigvontunk a középkorból itt felejtett szépséges városközpontot, és akinek maradt ereje, legyőzte az utolsó emelkedőt is a dómét.
Most ezt rám bízta, hogy én ne tudjak csinálni egy fotót se. Hallottad? És mindez most Enikő mutatja meg nekünk. Még a 80-as években olvastam Laurence Darrell Sziciliai Körénbe című könyvét. Ő a bogaras Gerald Darrell bánya. Azóta szerettem volna ezen a körön végig menni. Köszönöm, hogy együtt utazhattam veletek. Tartsatok velem legközelebb, hogy szárazföldi vagy tengeri utamon. Szevasztok!